Melindával átértünk most egy másik helyszínre. Kérlek, Melinda, mondd el, hogy most pontosan hol vagyunk? Most a Silent Home lakberendezési központban vagyunk, ennek is az IBD elnevezésű üzletében, ahol különböző, hát nagyon különleges faniterekkel találkozhatunk, illetve laminált és valódi fából készült padlóburkolatokkal. Ha már ilyen különleges, akkor kérlek, ez most valahogy engem megfogott. Ez biztos, hogy nem, ez biztos, hogy nem panel lakásba való, ezt már én is tudom. Kinek javasolnád egyébként ezt? Nagy valószínűséggel nem panel lakásba valóban. Én gyakorlatilag az itt található marmorin termékeket olyan igényes embereknek ajánlom, akiknek nyilván nem egy panel méretű fürdőszobája van, hanem valamivel nagyobb, és szeretnének egy igazán különleges dekoratív otthont kialakítani saját maguk számára. Ez például ugye akármelyik fürdőszobába beállítjuk, olyan különleges élményben lesz részünk, amivel azért nem minden házban, lakásban találkozunk. Keresettek egyébként ezek a kádak, ezek a csapok, tehát azért ezeket keresik? Igen. Én azt tapasztalom, hogy főleg a szaniterek területén kétfajta irányzat van. Az egyik, aki olyat szeretne, mint ami régen volt, vagy csak valami átlagos, ami nem kirívó, de hál' Istennek nagyon sokan vannak már, akik nyitottak az új trendekre, dizájnra, és hajlandóak arra, sőt nem, hogy hajlandóak, hanem külön örülnek neki, ha gyakorlatilag ilyen művészi alkotással felérő darabokat tehetnek be a fürdőszobájukba. Azért szeretek ide járni a Silent Home lakberendezési központba, mert itt több profilú üzletet találok egy helyen. Van konyha, fürdőszoba, burkolatokkal foglalkozó üzlet is, és mindenhol szakértő segítséget kapnak az ügyfelek, hogyha egyedül tévednek be akkor is. Mesélj még nekem erről. Tehát annyira gyönyörűek, hogy már tényleg műalkotások. Miben különböznek egyébként a hagyományos szaniterektől? Hát valószínűleg az ománcos fürdőkádaktól azért, mert ugye el tudunk vonatkoztatni, most már azért inkább az akril tekinthető általánosnak. Ezek a termékek műmárványból készülnek, ami azt jelenti, hogy hát a hölgyek jobban meg tudnák valószínű fogalmazni, akik itt dolgoznak, és ők minden kérdésre tudnak választ adni, hogy akit pontosan érdekel az összetétel, de gyakorlatilag ezek ilyen őrölt, különböző gránit, műanyag és hasonló szemcsékből készülnek, és egy ilyen nagyon puha, nagyon meleg bevonatot kapnak, ahogy te is érezheted, ha megfogod őket, akkor ez olyan kád, ami nem kell attól félni, és olyan mosdó, de ugye inkább a kádnál igaz, hogyha beleülünk, akkor hideg lesz és kényelmetlen lesz, hanem ezek formatervezettek, melegek, hát szinte puhák. Melinda, mi a különbség a laminált és az eredeti fa parketta között? Mi az a legnagyobb dolog, ami között különbséget kell tennünk? A laminált parketta az ugye alapvetően egy HDF lemezre készített fotó, tehát egy valamilyen fatípusnak a fotóját teszik erre rá. Ez ugye nem tud annyira egyedi lenni, mint egy fa parketta, hiszen a fa mindig minden egyes darab más és más, tehát nem tudsz két egyforma lapot, egyforma parketta szálat sem találni a szortimentben. A laminált padlónál ismétlődések jellemzők, tehát akár egy nagyobb helységen belül is előfordulhat az, hogy találsz két hasonlót vagy egyformát. Az ápolásán belül mire kell odafigyelnünk? Mennyi időn közönként kell foglalkoznunk az eredetivel? Az eredeti célszerű mindig karban tartani, tehát az a legjobb, hogyha folyamatosan olyan tisztítószerrel van tisztítva, és általában azt szokták mondani, hogy ha egy évben egyszer ápoljuk, akkor az elegendő. Nyilván ez mindig függ a parketta típusától, márkájától, ápolószerektől, hogy éppen mikor mit alkalmazol. Kinek ajánlod és milyen lakásba? A tömörfát? Így vagy van, a paparkettet? Így van. Mindenképpen az egyediséget keresőknek, azoknak, akik szeretik a fa természetességét, szeretik azt, hogy ez egy olyan anyag, ami együtt él velük gyakorlatilag, mint egy családtag. Ápolni kell, foglalkozni kell vele, törődni kell, viszont ezt meghálálja, és nagyon szép tud lenni, hosszú évekig pompájában, tehát teljes pompájában tud tündökölni. Aki nem szeretne esetleg ennyit foglalkozni, annak célszerűbb egy laminált parkettát választania. Téged valaki meg akar keresni, hol tud elérni, hogy tudjál neki segíteni, ha valakinek felkeltetted az érdeklődését?
Engem a www.homedesignstudio.hu címen lehet megtalálni, ezen kívül a Facebookon is ugyanilyen néven, ezeken az oldalakon megtalálják telefonos, e-mailes elérhetőségemet, bárki keressen bizalommal, aki azt gondolja, hogy tudok neki segíteni. Most hova érkeztünk meg jelen pillanatban? Még mindig a Style & Home lakberendezési központban vagyunk, ez a Divas Home nevű üzlet. Itt nagyon szuper kiegészítőket lehet venni, ezen kívül kanapék, ugye mint látszik, ilyen szuper kis fotelek is vannak, amiben éppen ülünk, nagyon széles tapéta kínálat, lámpák, tehát itt aztán mindent meg lehet találni, amivel egy hangulatos otthon be lehet rendezni. A lakberendező szakma sajátossága, hogy folyamatosan tanulnunk kell, képezni kell magunkat ahhoz, hogy mindig tisztában legyünk az aktuális trendekkel, új technikákkal, új anyagokkal, és ezért külföldről kell tudást szereznünk, muszáj, elengedhetetlen, hogy kijárjunk külföldi szakmai vásárokra, konferenciákra, mert máshonnan nem tudjuk ezeket az információkat beszerezni. Ehhez készült a belső építészeti angol-magyar-magyar-angol szakszótáram, aki minden szakmabelinek és érdeklődőnek segítséget nyújt ahhoz, hogy a különböző külföldi szakirodalomban talált szavakkal, szakszavakkal megismerkedjen, ezeket meg tudja találni, részletes elemzést talál róluk, akár a könyvváltozatban, akár a digitális változatban, amit, hogyha például egy külföldi vásáron vagyunk, nem szeretné magával cipelni a könyvet, akár az iPad-jéről vagy a telefonjáról elérhet pillanatok alatt.